Jelentős hálózatfejlesztés tervez a következő egy évben a Vodafone Magyarország Borsodabó-Zemplén és Heves megyében. Tájékoztatta a sajtóképviselőit Bánkúton, Amrita Gangotra, a Vodafone Magyarország műszaki vezérigazgató helyettese október 5-én. A beruházásokkal érzékelhetően javulni fog a két régióban élők mobiltelefonos elérhetősége, ugyanis a két megyében több mint 50 új bázisállomás telepítésével fejleszti a hálózatát és javítja a lefedettséget a Vodafone. Amrita Gangotra felavatta a 956 méteres bálványon álló Petőfi kilátó új emléktábláját, miután a látogatók elől éveken át lezárt kilátót a Heves megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal együttműködve 2016 tavaszán újította fel a Vodafone Magyarország. A BÜK második legmagasabb csúcsán álló Petőfi kilátó, illetve az annak legtetején elhelyezett adók fontos szerepet töltenek be a környék négy kis lefedettségében is. Először is számunkra az egész ország nagyon fontos, az országban mindenhol szeretnénk jobb lefedettséget biztosítani. A második ok pedig az, hogy Miskolcon vannak helyi irodáink, itt van az ügyfélszolgálatunk, ami több mint 700 munkatársat foglalkoztat, tehát számunkra ezért is a második otthonunk ez a hely, ami stratégiai szempontból nagyon fontos. Ez a projekt elsősorban a mobil internetezésről szól, korábban már 3G szolgáltatással jelen voltunk a környéken, és most már a 4G szolgáltatással javulni fog az internet sebessége is, de mind a hívások, mind pedig az internetezés minőségében javulást fog okozni a fejlesztés. Borsodabó-Zemplén megyében és Heves megyében nagyon intenzív beruházásokat valósítunk meg, ami azt jelenti, hogy itt 40 új bázisállomást tervezünk üzembe helyezni, Heves megyében pedig körülbelül egy tucatnyit. A kilátó 18 méter magas, az alsó szintjére az új biztonságos lépcsőfokon, a felsőbb szintjére pedig a szintén biztonságos acéllétrán lehet feljutni. A felső szinten a látogatókat fantasztikus panoráma várja. A hálózatfejlesztés következtében a 4G szolgáltatás az otthoni vezetékes net kapcsolattal azonos minőségű internet használatát teszi lehetővé útközben, vagy egy kirándulás alkalmával is el lehet küldeni okostelefonról, táblagépről, vagy laptopról nagyméretű képeket, videókat. A Vodafone 2014 novemberében Budapest belvárosában indította el a minden korábbinál gyorsabb mobil internet hozzáférést nyújtó 4G szolgáltatását. Jelenleg az országos kültéri 4G lefedettsége közel 94%-os.